Ezechiel sa susolil. Többször ez a visi számára művel tánctámazokkal. 1926 az első szovjetunióbeli koncertje. Gitárja, hangja Moszkvában és Leningrádban csendül föl. A Sok kiadó, híres Sok kiadó ekkortól kezdi publikálni Szegovia kiadásait, a híres Edición de Segovia sorozatban. Az első darabok Turina Pártán Gyűlöki van meg fog szólalni, Storro a Nocturna és a Suite Castellana meg fog majd szólalni. Ponce befejezi a téma variációt és finálni címűt, az is meg fog szólalni. 1927 az első lemez felvétele. Élete során több mint 80 felvétel készült vele. Ez Londonban készül a His Master Box, ez a His Master Box cégnél. Szól Opus 9-es Mozartra a jelzéje tartalmazva, és Bach galottját. Tehát a első percre játszik. Az, hogy a több darab is születik, fontos darab a periódusban, például Ponce-nek a harmadik szonatája. 1928, második lemeze, Tu in a Fantanguillo, Tarega, Alhambra, ezt tartalmaz a lemez. Második szovjet turné, azt mondja és bemutatkozás. 1928, amerikai debütálás siker a New Yorki Town Hall-ban. Ekkor már egy zenei világsztár. Harmadik ilyen amerikai turnéja is van. Ponce Eco írja meg számára a Sonata Classicát és a Sonata Romanticát. Nagyon érdekes, hogy ezek az amerikai turnék olyanok, hogy akik feljegyzik, azok az első amerikai turné körül még nem volt meg az a tipikus Segovia hangja. Tehát találkozott Barriosszal, Agustin Barriosszal, és ott történhetett valami, mert tudjuk, hogy Barriosszal csodálatos tónusa volt, érdekes technikája volt, Segovia ebben is profitált, hogy ezt kapcsolatra, ez talán magyarázat arra, hogy ezt a soha életében nem játszott Agustin Barrios darabot. De miután visszajött az egyik turnéről, meg volt a jelentett Segovia tónusa. Ez elején nem volt meg. És a Barriosszal ott a lakadása által. 1924. Ázsiai turné, Kína, Japán. Rendszeresen ismétlődnek európai és amerikai turnéi. Villa Lobos 12-et ügyet születik meg. Ponce prelüdő. Ponce-nek az áldozítja Reis nyomán. 1930. Elveszti vagyonát a New York-i tőzsdekrasznál, minden takarítás, megtakarítása elviszik. Akkor ebben az évben van a Turinának a Rafagara című művek, megírva a Ponce-nak a The Studio. 1931. Ponce újabb műveket is számára, a Sonata de Paganini, variációk a fóliára és fuga. Második film, Scarlatti nyomán, azt mondja. 1932. Manuel de Falla-val Velencébe utazik, ahol megismerkedik Mario Castelnuovo Tedescóval. Azt mondja, első műve a variációk a különböző századokon keresztül. A Tedesco egy nagyon fontos zeneszerző lesz. Számozására nézem, mint a zsidotámozása volt, ki kellett bandolóan Amerikába, Beverly Hillsbe költözött, filmzenéket írt, és ott a többi száz művet írt élete során a Segoviának egyik szerint a másik. Gyönyörű darabot. Ma is meg fogsz fogadni egy darabja, a legfontosabb, egy legfontosabb, ez a 1934-es Tedesco szonáta, Omaggio a Boccherini. 1935, nagyon fontos év, Párizsban bemutatja a híres Chaconnet darabját. A világ zenei közönsége abszolút kifekszik ebből, és azt mondja, Tedesco Capriccio Diabolicója is rekordban születik meg. 1936, utolsó spanyolországi koncertje, 1952-ig, mert ezt kitör a polgárháború, azt mondja, minden oda veszi Barcelonába, voltál, állt, stb. Elúszott minden, megint kezdett előről kimenni az országból, és kezdeni előről. Azt mondja, a Szovjetunióbeli turnéja van, és Montevideóba helyezi lakhelyét. A New York-i klasszikus gitártársaság ekkor már tiszteletbeli elnökének nevezi ki. Azt mondja, ekkor van a Tedesco Tarantella komponálva. 1937, ugye? Több mint 10 évvel a Hauserrel való ismerkedés után elkezd a Hermann Hauser gitár a koncertet. Ez nagyon fontos. A 39 vége a spanyol polgárháborúnak, és második világháború kezdődik. Hát igen, egyik nem kezdődik, másik kezdődik. Azt mondja, hogy? Igen. Szóval Montaigne van, 1939-ben bemutatja a Tedesco gitárverseny, Concerto Rey. 1941-ben Montaigne van szintén, bemutatja a Manuel Ponce Concerto del Sur, ez is a gitárversenynek arra. 1943, tudjuk, hogy a 41-40-es évek körül írta Rodrigo is a Concerto Rambois, akkor volt. De mivel Regino Santella Mazának írta, Segovia életében soha nem játszott, amíg a másnak dedikálta, hogy neki a Rodrigo egy más ügyelet versenyműlté. Azt mondja, 1943 felültje Egyesült Államokbeli turnéit, 1944 New Yorkba költözik. Nagy sikerű amerikai bemutatkozás a Carnegie Hallban, szimfonikus zenekarra játssza ezt a két versenyet, a Tedescót és a Ponce-t. 45 táncpán koncertinója. 47-ben egyik a többek között afrikai koncertek, de nagyon fontos,
közeledik ez hangszerkörtönönti fejlődés is, mert közeledik az Albert Augustin által forgalomba hozott nylonburos terjesztésének. Tehát addig délburon játszottak ki fölön neki. Tehát ekkor születik meg a nylonbur, tehát a nylonnak az alkalmazásával az Albert Augustin rájött, hogy kitárulókat kéne csinálni, és ugyanazt a dalmit, a kitárulásra szakáltat, hát kiválasztott egy olyan, amiből lehet újrakat csinálni, és a Szegolya kipróbálta, a Szegoljának azon a feladata, hogy most már a modern gitár így alkossák meg, hogy erre számítsanak. 1949, így már lemezre kerül a Tedeszkop gitárverseny nylonburokkal, tehát nagyon fontos. 1950. Elkezd tanítani az olaszországi nyári akadémián. Ez a rendszeresen, ugye évente. Az akadémia kicsi jelenlés jelen. Azért fontos, mert itt a feladatok azok a hitelosok, akik kifejlődtek az évek során, mint állítja ki ilyen, hogy John Williams nyaratban általánokat. Tehát mikor nálam hallott valamit, nem az jelenti, hogy bejartozott, és ő hétre tanított rendszeresen, hanem ezekkel a mesterkurzusokon tanított nyáron. Az Eko Szilatik Tánc Kalatinája Tedeszkop mintetje. Igen. Az 1951-ben megszületik a Villalobó koncertója, 1952 visszatér játszani Spanyolországba, koncertezik az első gravalai zenei fesztiválon, az Alhambrában. Ugye akkor kezdve mindenbe jár. 1953 az első longplay deka lemez. Tehát megszületik az a technika, a mikrobaratás technika, hogy longplay hosszan lehet játszani, és először van a történet, hogy egy Andrés Segovia recital, egy Segovia gitárestet, végig lehet hallgatni, tehát egy órát úgy, hogy fél óra, látasz a másik oldalt, másik fél óra lemez. Mi addig ezek a lemezek, azok a régi lemezek, ezek röviden voltak, és ez volt a gond. 1954. Rodrigo megírja számára a Fantasia para un gentil hombre című versenyművel, tehát fantázia egy nemes ember számára, ez Gaspar-szak témákból van, tehát ezt a gitárestet írja meg a Rodrigo. És megszületik a Tres Piezas Españolas, amit ma el fog hangzani, három spanyol darab. Azt mondja, ebben az évben 54-ben átesik egy rutin, egy legnagyobb műtétlen, ami balesete volt, és az úgy néz, hogy megvakul. Végül nem vakult meg, és akkor az orvosa számára dedikált egy kacsák kompozíciót, amit aztán úgy nevezte el, hogy egy Studio Singles, tehát tanulmány, látás nélkül, már fény nélküli tanulmány. 1954-8 a Santiago de Compostela-i zenei fesztiválon is elkezdi nyáron a mesterkurzusai, rendszeresen tanít nyaranta. Ebben az évben, 1958-ban megmutatják San Francisco-ban a Rodrigo Fantasia para un gentil hombre, ugye legsebbivel Európában csak a 7. rajzai fesztiválon bemutatva. 1959. Segovia The Golden Jubilee Album. Három lemezben emlékeznek meg a cége Segoviának a karrierjéről. Tehát egy fantasztikus, már úgy nézett ki, hogy bármikor meghalhatott volna, vagy ugye, mert 59-ben több, mint akkor már 60-on felül volt, vagy. De 94 éve. Houstonban bemutatják a Villa Lobos koncertot. Azt mondja, 1960 a Hauser gitár felváltja a José Ramírez-zel, tehát a Manuel Ramírez unokája. 1967 Madridban telepszik meg végül is. Ekkor készül az Andrés Segovia El Los Olivos című film. 1968 a Decától aranylemezzel diplomazzák. 1976 Granadában elkészül a Segoviáról szóló film, The Song of the Guitar. Most ezt még választom ezeket, hogyha hónap a foglalkozásra ezeket belenézünk és kicsit kommentáljuk, ez nagyon fontos, mert nagyon szép filmek. 86 Grammy díjat kap a remekülődások miatt. 1987 utolsó koncertje Miami-ban, 94-es, ugye, április 4-én. Hát a New York-t már le kellett mondani, mert az orvos a gyengeségére hivatkozva lemondta vele a koncertet, hazautazik, és akkor június 3-án Madridban meghalt szegény. Azt, hogy a rengeteg díjat tüntették ki, több egyetem disztoktorává avatta, többek között a Oxford Egyetem, a legmagasabb francia, olasz, japán és spanyol díjakkal jutalmazták. 1981-ben Juan Carlos spanyol király nemesi címen adományozott Márquez de Salobreña, tehát a Salobreña Márki. És akkor most jön a zene. Köszönöm szépen!